Szép jó estét kívánok mindenkinek! Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívásukat, és eljöttek ma este ide a Laffert kúriába, ahol egy új sorozatot szándékozunk elindítani, ami a bor és kultúra jegyében zajlik. Az első ilyen előadása Somlóhegy borairól és titkairól fog szólni. Az est házigazdája dr. Szalai László, és én nem is kívánnék az estről többet beszélni, mert ő mindent el fog mondani. Viszont mielőtt ő hozzákezdene az előadásához, kérem hallgassák meg a Far Fathers énekegyüttest egy kis borral a kedves önöknek. Nagyon jó szórakozást kívánok a mai estre! Jó estét kívánok, én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ígérem, nem fogok énekelni, vannak nálam sokkal jobbak, akik ezt a mai este meg fogják tenni. Valaki kinyitotta a mappámat, és gondolom megnézte, hogy milyen vastag, de megnyugtatok mindenkit, hogy hosszú lesz egyébként, de nem annyira, hogy ne tudnánk ezen túl lenni. Azért ilyen vastag, mert nagybetűvel írtam, hogy ne kelljen szemüveget vennem, hogy el tudjam olvasni, amit leírtam. Nem úgy megy az, hogy kimegyünk, aztán iszunk, hanem végig kell mennünk ezen a soron, és jobban is fog ez esni mindenkinek majd a mai nap során. Ha megüregszem, pincét akarok. Ezt már szilárdan elhatároztam. Semmi más nem akarok az élettől. A pince helyét is kinéztem, nem messze az otthonomtól. Gyalogjárok majd ki, és vigyázok, hogy a környékbeliek, bortelmerők, gyümölcsös kertek tulajdonosai, vincellérek ne tudjanak meg semmit városi múltamról. Ha megsegít a vaksi sors, 70 éves koromra tisztességes emberek a maguk világából való tisztességes embernek tartanak majd, tehát bortermelőnek. Valakinek, aki tudja, hogy hol kell meghalni. Mert nincsen szebb halál, mint egy diófa alatt, a borospince előtt, ősszel, közvetlenül a szüret után, mikor az új bor már szúnyad és erjed a hordókban. A diót leverték a fáról, és a napnak szelíd ereje van még, mint az öregember szerelmének. Itt ülök majd egy padon, háttal a pincémnek, ahol boraim pihennek. A kecskelábú asztalnak könyökölve. A mélyben a cseperi tájat látom, messzeségben a hazám lapájait. Könyvet csak ezer éveset olvasok már ebben az időben, és óbort iszom hozzá, 5 éves somlóit. Így várom a halált. Nagyon kevés idézetet tudnék találni, amely az utóbbi éveim szerelmét és a magyar, de legfőképpen a somlói borokhoz való viszonyom ki tudná fejezni, mint Márai Sándornak a fenti idézete.
Emlékszem, a Dunaraszti házunk 11 néhány soros és Szalai nagypapánk somlóhegyi szőlőjére, a szüretekre, a bakművelési tőkék takarására, a horolásra, a kötözésre, a lemetszett vegyigék összeszedésére. Ezeket nekünk nem csak megengedték, hanem el is várták tőlünk, muszáj volt segíteni. Emlékszem, hogy mennyire utáltam ezt az egészet. Fel nem foghattam, hogy mi értelme van ennek az egésznek. 26-27 éves koromig semmilyen alkoholtartalmú italt nem is ittam. Bár tudom, hogy a teremben többen vannak itt jelen, akik szerint ezt a hiányosságot azóta kitartó munkával és nemes szorgalommal pótoltam. Szóval fogalmam sem volt arról, hogy 35-40 év múlva nemhogy ezen fog járni az eszem, meg iskolába iratkozok be, de visszatérve gyermekkorom nyarainak és téli szüneteimnek a helyszínére, megvalósíthatom azt, amire Márai vágyott, és sajnos neki ez nem adathatott meg. Nem találkoztam még olyannal, aki járt volna a hegyen, Somlón, akit Somló nem érintett volna meg. Ezt a szerelmet szeretném önöknek bemutatni. Szeretném, hogyha megismernék ezt a kis világot, az itt készülő borokat, és rajtuk keresztül az embereket, akiknek a munkájuk, energiájuk, gyümölcsének a zamatát is kóstolhatjuk a mai napon. Mai estén három részletben fogok beszélni, kicsit rövidebbet, középen egy kicsit többet, kérem a türelmüket. Fogok beszélni a hegyről, a borról, a vulkánról, és persze, mindenki ezt várja a legjobban, bort is fogunk inni, és bordalokat is fogunk hallgatni. A borokat Cartwright Évától, a Somlói Borok háza tulajdonásától hoztam. Különböző pincék, különböző borait kóstolhatjuk. A végén vásárolni is lehet Gyöngyvértől. Úgy volt, hogy az Éva itt lesz köztünk, és az egész estét ő fogja prezentálni, ő fog ezekről a dolgokról beszélni, de hát a Covid közbeszólt, és így kénytelenek lesznek beérni önök ezt velem. A kalauzolásom virtuális segítő társai írásaik által Márai Sándor, Hambas Béla és Alder Jarov, ő egy borblogger, ők lesznek, és azért, hogy majdnem minden érzékszervünk el legyen foglalva, mondhatnám, hogy az előtérben, de a Sanyi rám szólt, hogy mondjam azt, hogy a szalonban, mert hogy ez a tisztességes neve, szóval a szalonban Tesszár Ákos fotoművész Somlóról készült fényképeit tekinthetik meg. Jó szórakozást! A másik üdvöt ad,
Feltöltsetek fiók, vigyók, mert vízbe a pohárt. Igazából nem tudom, hogy ez az a szal miért van itt. Sanyi azt mondta, hogy itt kéne elülülnöm, de ezt így nem vállaltam volna be. Igen, ez nem rög, ez egy tufa. Sanyi. Így van. Most egy kicsit hosszabb leszek, de tényleg meg kell dolgozni, meg kell fogadni az információt. A kicsinke Somlóhegy Magyarország egyik legkisebb, a világ pedig egyik legkülönlegesebb bordvidéke. Azon egyedülálló helyek egyike a bolygónkon, amelyek talaja teljes egészében vulkanikus. Ugyanúgy, mint Santorini, a Kanári-szigetek és az Etna. Ez azt jelenti, hogy az itt termesztett szőlőtökék nagy arányban, vagy teljes egészében olyan talajon nőnek, amelyek vulkáni hamuból és vulkáni eredetű kövekből tevődnek össze. Végén meg lehet ezt nézni. Ez egy tufa. Vulkáni hamu megszilárdulva. A pannon síkságból az asztalon felejtett egész kenyérként kiemelkedő somló valamikor vulkán volt, de egy nagyon különleges fajta vulkán. 10 millió évvel ezelőtt, alig 100 méternyire a sekély pannon tenger felszíne alatt feküdt. Ez a kis vulkánocska, vagyis inkább jobban mondva, még ennél is pontosabban 3 víz alatti kürtő, amiből később a somló összeállt. Ott fortyogott a tenger alján egy ideig, míg elegendő lávát ki nem lövelt ahhoz, hogy létrehozzon egy kis dombocskát, ugye mindenki hegynek hívja, de jelen pillanatban ez 435 méternyire emelkedik ki a tengerszint fölé, tehát nem mondhatjuk geológiai értelemben hegynek. A láva mellett a vulkán kitett magáért a gázkilövelés terén is. A gázok átjárták a kihűlő kőzeteket, és nekünk köszönhetjük a somló jellegzetesen omlós, morzsalékos bazalt kőzetét. Az elmúlt 5 millió év során ez a kőzet erodálódott, és a híres sörétes bazaltá, ami a hegy lejtőit takarja, ezekből a borsószem nagyságú kövecskékből, homokból és löszből áll a somló talaja. Főszabályként minél magasabban vagy a somlón, annál több a bazalt, és minél alacsonyabban, annál több a lösz. A hegyet teljes 360 fokos körben, körbetakaró, apró csaszorú ültetvényeken, a szőlőtökék gyökerei mélyén lenyúlnak a vulkáni sziklába. Számos ültetvényt támfalakkal erősítenek meg, így ezek felérnek egészen a kőkonyha nevű bazalt oszlopokig. Bazalt oszlopok teljesen körbeveszik a hegyet, egy meredek peremmel, ez adja a kenyére, vagy mások szerint kalapra emlékeztető formáját. Ez egy semmihez sem hasonlítható borvidék. A somlót 20 perc alatt körbe lehet kocsikázni, még úgy is, hogy a körbevezető utak némelyike kanyargós és keskeny. A körtúra során a legtöbb helyről jól látható a somlói vár, a 14. századi főúri kastély és katonai erődítménynek a romjai. Bár mostanra a somlónál is kisebb pannonhalmi borrégió lett az ország legkisebbikje, a somló maga így is kicsi, mindösszesen 1199 holdból, azaz 485 hektárból áll. A telepített fő fajtája a jufar, az olasz rizling, furmint és a hárslevelű. Az utóbbi két fajta, mint tudjuk, a tokaji régió fő fajtája is, de ezek a somlón teljesen önálló identitással bírnak. Az olasz rizling egy eléggé elterjedt fajta Magyarországon, különösen a Balaton körül. A jufark, ami a szőlőnek az alakjáról kapta a nevét, a szőlőfürt alakjáról, azonban elsősorban a somlóra jellemző fajta. Mint Magyarország legtöbb borrégiójában, az itteni szőlők is öntözés nélkül nőnek, és jót tesz nekik az enyhe, száraz időjárás, ami részben a hegynek, egészen pontosan a hegy síkságtokból való magányos kiemelkedésének köszönhető. Zivatarok idején az ég tiszta marad a somló felett, és ahogy a környékre hulló eső rendszeresen kihagyja a hegyet. A párásság azonban fontos tényező így is, mert a botritis,
A nemes rothadás, ami az édes tokai borukért idézőjelben felelős, gyakori a somló boruk esetében is, annak ellenére, hogy itt nem jellemző annyira a késői szüretelősű borok készítése. A kismérete ellenére megdöbbentő számú összesen 1204 hegyközségi tag készít bort a Somlón. Ebből 42-nek van palackos borkészítésére és értékesítésére is engedélye. Ezek közül csak pár tucatnak van elég bora ahhoz, hogy az ország területén máshol is értékesítsen, és azokat a borászokat, akiknek a boraik eljutnak Magyarországon kívülre is, két kézzel meg lehet számolni úgy, hogy az embernek marad felesleges újja. Mindössze két nagynak nevezhető termelő van a hegyen, a Kreinbacher birtok és a Tolnai pincészet. Mind a kettő nagy, modern pincészettel rendelkezik, és egyáltalán nem maradhatnának szégyenben bármelyik nappavölgyi béli vagy világ más részén lévő modern pincészettel szemben sem. A többi 40 termelő valahol a mini és az apró kategóriák közötti spektrumba lehet besorolni. Ha kora reggel sétálsz a hegyen, amikor a környező termékeny földekről már száll fel a pára, láthatod a régió vándorló szőlőtermesztőit. Csoportokban szállnak ki a helyi buszokról, ami a környező településekről hozza őket ide. A kinyíló ajtókon keresztül sorjáznak kifele a hátizsákjaikkal és a kis szerszámaikkal, hogy elinduljanak felfelé a hegyre a napi munkákat elvégezni a szőlőkben. Bár a hegy mostanra tele van kis házacskákkal, a szőlőterületek között valójában szinte senki nem lakik bennük. Hétvégi házként, nehéz szőlőmunka utáni pihenőhelyként vagy családi piknikező helyként szolgálnak a leginkább. Ez részben a Somlón lévő infrastruktúra hiányának is köszönhető. Az elektromos hálózat nem túl stabil, és nagyon kevés kivétellel majdnem mindenki esővíz ciszternákkal oldja meg a zuhanyzók és a WC-k vízellátását. Az ivóvíz egyetlen lelőhelyei a források. Ezekből kettő a hegy közepén, annak két ellentétes oldalán helyezkedik el. Amilyen kicsi hegy a Somló, olyan nagy a történelme. Omlós, jó vízzel vezető talaját már a rómaiak is ismerték. Az első és második század során ők telepítettek ide először szőlőt, amikor Hadrianus, Antonius és Pius császárok ideje alatt a környező Pannonia provincia, vagy inkább a teljes római birodalom a virágkorát élte. A 11. századtól a hegy tulajdonosi struktúrája a királyi és főúri birtokokból állt. Valószínűsíthető, hogy a borokat már ettől az időszaktól kezdve elkezdték Európa többi országába is szállítani. 1511-re a hegy legnagyobb fölbirtokosai, a somlóvásárhelyi apácák voltak, akiket egy nagyon keménykező főapáca irányított. A főapáca által írt fennmaradt hegytörvények nem csak a szüret legkorábbi időpontját szabályozták, de a borkészítéssel kapcsolatban is számos útmutatást adtak. A káromkodás tilos volt a szőlőkben. Csak úgy, mint a rossz indulatú pletykálkodás. Na és hát természetesen bármilyen illetlen viselkedés, legfőképp a részegeskedés. Szeptembertől kezdve, ahogy közeledett a szüret, a szőlőtőkéket kizárólag idősebb hölgyek őrizhették a szőlőtolvajoktól, mivel a fiatal lányok és az érett szőlőfürtök kombinációja minden bizonnyal túl nagy kísértés lett volna még a legnagyobb tartással rendelkező helyi lakosoknak is. A legkorábbi dokumentum, ami konkrétan a szőlőfajtákra utaló szöveget tartalmaz, a 18. századból származik, és három fő fajtát említ. Jufark, a furmint és a sárfehér. Ezeket is még legalább három fajtát vegyes ültetvényekben nevelték, ugyanúgy, mint a kontinens legtöbb szőlőtermelő vidékén, a szőlőket a filoxéria pusztítása előtt. A borászok egybeszedtek le mindent, az összes fajtát, és ebből készítették a híres somlai bort. A régebbi borok valószínűleg édesebbek voltak, mint a mostaniak, mert a hidegebb, erősebb időjárás kedvezett az aszusodásnak, ami adhatott egy jellegzetes alapízt a szüretnek, de alapvetően a hegy leghíresebb borai mindig is szárazak voltak. A jellegzetesen magas savtartalmú somlói borok már az évszázadok előtt is híresen hosszú életűek voltak. Erről tényleg nagyon híresek voltak. Az 1898-as Magyarország világkiállítás adatai szerint ott 20
és 30 éves somlói borokat is ajánlottak fel nyereményként és kóstolásra. Ez a stabilitás és érlelhetőség azt is jelentette, hogy a borok jól tűrték az utaztatást, következésképpen a somlói borok jól ismertek voltak Magyarország, illetve egész Európa területén. Az évek során a sárfehér szőlőfajta kikopott a forgalomból, ma már csak egy pár sornyit találhatunk belőle. És a hegyen a szőlőültetvények többnyire egységes fajtákból álltak, az ugye a filoxéra után az országban mindenhol így került kialakításra. A juhfark, ami könnyen fertőzik botritisszel, és összességében nehezen kezelhető fajta, elegendően elfeledetté vált ahhoz, hogy a hideg háború vége után létrejövő borvidéki szabályozásban a magyar kormány a fajtát levegye az engedélyezett fajták listájáról. A felháborodott somlói gazdák erre még többet telepítettek, a kormány erre beperelte a gazdákat. A vitában, ami regionális szinten is körülbelül egyenlővé vált egy kisebb márni csatával, végül a borászok diadalmaskodtak, és a juhfark azóta, és mondhatni remélhetőleg, örökké egyé vált a somlói névvel. A somlóiból legnagyobb hazai elismerését minden bizonnyal a magyar intellektualizmus védőszentjéről, Hamvas Béla filozófustól kapta, aki 1945-ben írta meg a Bor filozófiája című művét, amit ő maga az ateisták imádságos könyvének hívott. A mű 111 oldalon keresztül, ebben a műben az író azt állítja, hogy a borban a spiritualitás eszenciája rejtőzik, mégpedig fogyasztható formában. Hamvas szívében különleges helye volt a somlói bornak. Ezzel, és Márai Sándor néhány gondolatájával szeretném a végén zárni a kis ismertetőmet egy kis zene után. Lehet, hogy a végén az lesz egyébként mindenkinek a fejében, hogy sokat többet kellett volna őket hallgatni, mint engem, de hát most már így jártunk. Hamvas Béla. A Somló hegyén hallottam beszélni egy magyar gróf, Indiába utazott vadászni. Rádzsa vendége volt, és amikor elbúcsúzott, a házigazdáját meghívta Magyarországra. Még ugyanabban az évben a rádzsa csak ugyan meglátogatta, és akkor egy téli este baráti poharazgatás közben elbeszélte szívének bánatát.
Alig, hogy megnősült, szép fiatal nőt vett el, de ő, bár 35 éves sem volt, férfiasságát elveszítette. Hiába ment szanatóriumba, hiába hivatott világhírű orvost, hiába pasztilla, kúra, injekció, az elveszett férfiasság nem tért vissza. Szegény asszony, már a búskomorság, szegény rádzsa már az őrület szélén állt. A magyar gróf nem szólt egy szót sem, csak hivatta a kulcsát, és somlai bort hozatott. Aztán parancsot adott, hogy a rádzsa szobájában mindig legyen somlai, és mikor indiai vendége elutazott, egy láda bort ajándékozott neki. Néhány hét múlt, és posta megérkezett a posta Indiából, sürgönyt hozott. Ennyi volt az egész. Köszönöm, barátom, kérek még 10 láda somlóit. Mert a somlói tűzbor vulkánon termett. Minden borunk közül a somlai számomra nincs tovább. Mindjárt megmondom, hogy miért. Nos, a somlói számomra az a szoláris bariton, de szimfonikus szőke, hímbor, amely a legmagasabb teremtő spiritualitás olaját tartalmazza, és pedig boraink közül egyedülálló tömény tisztaságban. Ezért gondolom, hogy minden bor ugyan társas igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák, a somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellően elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni. A somlairól, az eredeti ősi, ma már ritka, csak nem fehér aranyszáraz, tüzes somlairól van szó. Egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a 40-en felüli kornak, mint a fiatalságnak felel meg, a somlói az aggastyán bora, a bölcsek bora. Azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt. És a végére érve, Máraival kezdtem, és kis keretbe foglalva, vele is zárnám a mai estét. Elképzelem néha, hogy milyen lesz a pince. 20 hordó sorakozik majd a bolthajtásos mélyén, a hordók dongáira krétával írom fel az évjáratot és a bor nevét. Lesz 3 hordó rizlingem, ez már bizonyos. A rizling olyan a magyar borok között, mint a közhely az emberi gondolkodásban. Összeköti az emberi dolgok mélyebb értelmét. Ne félj a közhelyektől, magyar. Önmegóvó erő árad belőlük. Rizling lesz. Nem nagyon régi, 3-4 éves olasz rizling, melynek simaságán érzi még a latinos műveltség és a szőlőkultúra pannoniai pallérozottsága. A rizlingben ritkán csalódik a magyar. Szerte a hazában sok komisszlőrét mérnek, de az olasznak nevezett magyar rizlingben van valamilyen otthonos bizalmasság. Az ember úgy issza, mint amikor a rokonokkal beszél. Van egy fajtája, amelyet csak palackos állapotban ismertem meg, az elhunyt Festetics herceg díjási szőlőjéből való rajnai rizling. Már nem árulják, vagy ha igen, akkor csak palackonként ritka helyen. Egy időben ez volt a legnemesebb magyar a fehérbor. Csak a somlói ért a nyomába. Ez a Festetics féle rajnai rizling halványzöld volt, és illata, mint a nagyon régi francia chablé. Volt valamilyen sajátosság, ami a borban, emberben a legritkább, és mint egyre inkább kivesz a, ami egyre inkább kivesz a világból. Keséje volt. Pecsétes egyénisége. Ez a tünemény szűnőben. Jó típus borok és típus emberek maradnak a helyén. De a Riesling az volt Magyarországon, amit a franciák általános szóval, a műfej közeledő megjelölése nélkül fehérbornak neveztek. Az a bizonyos pohárbor, amelyet kéretlenül odaállítanak az ember elé a vendéglőben, az a bor, amely olyan, mint a kenyér, a nemzet testének az eledele, mint valami általános és megbízható. Mikor a rizlinggel is baj lesz Magyarországon, én akkor már nem akarok élni. Más a helyzet a somlóival. Már a neve körül is sok fogalom zavar, elég somlai, aztán somlóinak, de mindez csak suta beszédhiba, becsületes neve somlói. És mint a nagy nevű, kihaló családok,
Ez a bor is megköveteli, hogy nevét helyesen és tisztességesen ejtsük. Ez a magyar borok fejedelme. Kis területen termelik, és már nem sokáig. Fáradt bor. Lassan kivész a szőlőkből ez a fajta. Illata olyan, mint a fehér burgundié, de annál nemesebb. Van egyfajta somlói, aranytűz a neve, és pontosan olyan, tűz és arany, ennek a keveréke. Ez a bor rábeszél, azt mondja, éj. Ezt az egyetlen szót mondja, de olyan következetes erővel, mint a régi latin versek nagy tanulságokat. Mit szívott össze ez a bor a napsütésben, évszázados illatokban? A föld sava és titkos ereje a naptüze, esős őszök bölcsessége, a természet vegykonyhájának rejtett párlatai, mindez aranyszint bölcsességé nem esedett ebben a különleges borban, melyhez hasonlót egyetlen egyet ismerek csak a világon, a pülfümét. Ezt a füstízű fehér burgundit. E két bor szelleme azonos, nem vetétársak ők, hanem lángeszű testvérek. Mert a bornak nem csak íze, illata és szesztartalma van, hanem mindenek fölött szelleme is. Mintha a nép, mely termeli és issza, átadna a lelke titkos tartalmából valamit a hazai boroknak. A somlói borban a magyar legnemesebb tulajdonságai élnek. Keleti bölcsesség, nyugati műveltség. Van benne valami Ázsia nyugalmából és Európa kíváncsiságából. Ez a legszerencsésebb keverék borban és emberben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ember nem ajánlgatja másoknak a szerelmét, ritkán is dicsekszik vele, én ma mégis ezt teszem. Remélem, hogy méltó követe voltam a hegynek, és elfogadják invitálásomat Somló országba, higgyék el, hogy nem bánják meg. Részemről ennyi lett volna, mielőtt visszadom a művész uraknak a szót, hangot. El szeretném mondani, hogy miután itt végeztünk, természetesen tudunk bort kóstolni, és engedjék meg, hogy az önök figyelmébe ajánlom Takács Edina tanárnőt, aki szintén az utolsó pillanatban tudott beugrani a mai napra, így pótolva a kieső szakértelmet, én azt a részt nem mertem bevállalni. Úgyhogy ő fogja önöket, titeket kalauzolni a kóstolásnál. És az Éva viszont nagyon rendes volt, és azt üzeni mindenkinek, hogy ebből majd vegyen mindenki, ezen rajta van a Somlói Borok Házának az elérhetősége. Ha regisztrálnak, regisztráltok, annyit kell csak beírni, hogy Dunaharaszti, és ez ilyen 10% kedvezményt jelent. Szerintem ez jól hangzik, és aki még kíváncsi, tényleg nyugodtan fogdossátok, meg fogdossák meg ezt a vulkáni tufát, ez az alap talaja a Somlónak. Köszönöm szépen! Gyere,
Szilvári Rizling, kék frankos, sárga muskotáj, mindegyik ízlik, Stanzi pohár. Gyere is, kongyunk egy telepalebor, gyere is, kongyunk egy telepalebor, így úgy. Cup, a cup, a cup, a cup, a cup.